Arról szeretnék önöknek beszélni, hogy a választás tétje az mi az egyéni képviselőknek a vonatkozásában. Mert hogy itt változatos zsarolásoknak teszi ki a fideszes képviselőjelöltek a választópolgárokat, és szeretném egy kicsit bebizonyítani azt, hogy mennyire nem éri meg fideszes képviselőre szavazni Magyarországon. A Fidesz az elmúlt két választást az egyéni körzetek szintjén is megnyerte, soha ennyi egyéni fideszes képviselő nem volt az országban. A magam részéről én azt vártam volna a parlamentben, hogy a helyi érdekek és problémák érvényesítésétől harsogjon a magyar parlament. Ehhez képest én csak egy adatot szeretnék önöknek bemutatni. Itt helyben Csenger Zalán Zsolt az a személy, aki a településeknek, a Pest 2-nek az érdekeit képviselnie kellett volna. Összeszámoltam, összesen 55 megszólalásra, illetve általa benyújtott törvényjavaslat volt az elmúlt 4 évben a parlamentben. A felszólalások közül, ha jól számoltam, egy darab szólt a választókörzetről, és a benyújtott törvényjavaslatokból pedig nagyjából 2. Ez volt az az érdekérvényesítés, amit ő a magyar parlamentben végzett Pest megye 2-es választókerületének az érdekében. Ha tegyem mellé a saját munkámat, ugyanez a szám 1211, tehát 1211 áll szemben 55-tel. De vissza a minőségi munkára, azt gondolom, hogy jogos elvárás az a választópolgárok részéről, hogyha egyéniben megválasztanak egy képviselőt, akkor az ő érdekeiket, a lokális érdekeket, problémákat képviselje a magyar parlamentben. Én azt látom, hogy a fideszes képviselők erről teljesen megfeledkeztek, ha más képviselőket megnéznek, akkor sem sokkal jobb az arány. Gyakorlatilag egy olyan helyzet alakult ki, hogy nem arról van szó, hogy a helyi érdeket képviselik a fideszesek az országgyűlésben, hanem sokkal inkább itt helyben képviselik ők a Fidesznek az érdekeit. Egyfajta korrupciós gépezetnek a helytartóiként viselkednek a fideszes képviselők, és mint említettem, az olyan mondatok, mely szerint, hogyha nem engem szavaznak meg, nem a fideszes szavazzák meg, akkor majd helyben nem jönnek források, nem lesz támogatás, az viszonylag gyakori érvelés ezeken a településeken. Ezt a kitelepülések alkalmával is tapasztaltam itt az aláírásgyűjtéskor. Én azt látom, hogy ez maga a feje tetejére állított politika. Ez a fideszes politika, amit ők helyben csinálnak, ez arról szól, hogy itt most már nem a politikus van a választópolgárokért, hanem a választópolgároknak kell a politikusoknak a kegyeit keresni, a Fidesz ezt várja el a magyar emberektől. Holott igazából értelme sok nincsen annak, hogy fideszessel szavazzanak. Nézzük meg például itt a helyi egyéni képviselő, fideszes képviselőnek a munkáját. Gyakorlatilag ki lehet mondani, hogy nem képviselte a helyi érdeket, az útdíj az eléggé felborzolta teljesen jogosan az itt élőknek a kedélyeit, az ingatlanok mennek tönkre miatt, a nő a forgalom, ezeket a településeket az útdíj bevezetése az maximálisan rosszul érintette. Ehhez képest ugye az LMP kezdeményezett egy rendkívüli ülésnapot, ő meg gyakorlatilag arról nyilatkozott, hogy ez semmilyen hátrányos helyzetben nem fogja sodorni az itt élő embereket, gyakorlatilag prédáként hagyta az itt élő települések a fideszes útdíj ötletnek. De volt itt más is. Itt van az Álomvölgy projekt, ami láthatóan egy hatalmas probléma lenne itt az embereknek, hogyha ez megvalósulna. Mentek a pletykák arról, meg lehetett látni, hogy itt fideszes képviselők tűntek föl Budakeszin, lehetett arról pletykákat hallani, hogy nem tudom, rendset akarnak építeni maguknak helikopter leszállópályával. Nem hallottam, hogy egyetlen egyszer is a helyi fideszes képviselő szembe ment volna ezzel a központi fideszes korrupciós gépezettel, és elmondta volna azt, hogy ennek a térségnek milyen sokat ér ez a zöld terület, és hogy más kellene vele kezdeni, nem pedig fideszes bároknak rendsként kellene ezt felépíteni. De ott van az M0-nak is a nyomvonala. Egyszer nem hallottam Csenger Zalán Zsoltot azzal kapcsolatban megszólalni, hogy mi vár ránk akkor, hogyha az a nyomvonal valósul meg, ami itt megy a falu szélében, és nem pedig egy távolabbi, mondjuk a föld alá fektetve. De ott van Budaörstek is a példája. Gyakorlatilag egy hatalmas büntetést kapott ez a település, azért, mert a jól működő iskoláit nem akarta a rosszul működő kliknek a kezére adni. Nem láttam Csenger Zalán Zsoltot, hogy verte volna hangosan az asztalt a magyar parlamentben, hogy már pedig ez nem fordulhat elő. Innentől elkezdve én azt gondolom, hogy
semmi értelme nincsen helyben a Fideszre szavazni, a támogatásokról úgyse ezek a képviselők döntenek, hanem a mögöttük álló oligarchák, gyakorlatilag semmi szerepük nincsen abban, hogy a településeknek mi jut, meg mi nem jut. A Fidesz amúgy is egy központi korrupciós gépezetként működik, amelynek van egy parlamenti frakciója is, hogy tulajdonképpen egy franchise rendszerről van szó. És innentől elkezdve ezek a képviselők csupán bábok, akikkel ezek az oligarchák folyamatosan marionett játékot játszanak. És még egyszer szeretném leszögezni, hogy mi az LMP-ben zöld képviselőként alapnak tekintjük azt, hogy a helyi érdeket képviseljük. Az egész zöld mozgalom az a lokalitásból épült ki. A mi pártunk, minden, amit mi csinálunk, az arról szól, hogy semmit rólunk nélkülünk. Aki rám szavaz ebben a választókerületben, az pontosan tudhatja, hogy ezt az elvet fogom a munkámban alkalmazni.